Dicsértessék a Jézus Krisztus! Göndics János plébános vagyok, Csurgóról, Jézus szíve plébániáról. Mai napon, húsvét 8-ának péntekén, 2020. április 17-én ezt üzeni nekünk a Jóisten az evangéliumon keresztül. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Feltámadása után Jézus egy alkalommal így jelent meg tanítványainak a Tiberiás tó partján. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, melléknevén Didimus, továbbá a galileai Kánából való Nátanael, Zebedeus fiai és még két másik tanítvány. Simon Péter így szólt hozzájuk. Elmegyek halászni. Mi is veled megyünk, felelték. Kimentek és bárkába szálltak, de azon az éjszakán nem fogtak semmit. Amikor megvirradt, Jézus ott állt a parton. A tanítványok azonban nem ismerték fel, hogy Jézus az. Jézus megszólította őket. Fiaim, nincs valami ennivalótok? Nincs, felelték. Erre azt mondta nekik, vessétek ki a hálót a bárka jobb oldalán, ott majd találtok. Kivetették a hálót, s alig bírták kihúzni a tömérdek haltól. De az a tanítvány, aki nézett, így szólt Péter. Az Úr az. Amint Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára öltötte köntösét, mert neki volt vetkőzve, és beugrott a vízbe. A többi tanítvány követte a bárkával. A hallal teli hálót is maguk után húzták. Nem voltak messze a parttól, csak mintegy 200 könyöknyire. Amikor partot értek, izzó parazsat láttak, rajta halat, mellette meg kenyeret. Jézus így szólt nekik, hozzatok a halakból, amelyeket most fogtatok. Péter visszament, és partra vonta a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint 153-mal, s bár ennyi volt benne, nem szakadt el a háló. Jézus hívta őket, gyertek, egyetek! Tanítványok közül senki sem merte megkérdezni, ki vagy, hiszen tudták, hogy az Úr az. Jézus fogta a kenyeret, és adott nekik. Ugyanígy a halvó is. Ez volt a harmadik eset, hogy a halálból való feltámadása után Jézus megjelent tanítványainak. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Azért is mondtam be a végén ezt a kis felszólítást, hiszen húsvéti gyónásaink is elmaradtak emiatt a vírusos időszak miatt. Lelki áldozással tudunk csak részesedni a kegyelmekben, de remélhetőleg kifutunk majd egyszer ebből a nagyon nehéz és szétszakított időszakaszból, amit most megélünk az életünkben. Jézus föltámadt. Ebben mindenképpen biztosak lehetünk, hiszen Szent Jánosnak a mai evangéliumában is, nem úgy, mint Lukács evangéliumában, itt már a feltámadt Jézushoz kötődik a csodálatos halfogásnak a története. Heten vannak az apostolok, Péter, Tamás, Nátanael, Zebedeus két fia, és még két tanítvány. Hogyha visszagondolok nagyjából 10 évvel ezelőttre, akkor volt szerencsém a Szentföldön járni, Tiberiás tó, Genezáreti tó partján és annak vizén is, egy turisták számára épített kis hajón, bárkán, és akkor mutatta be a hajós kapitányunk, hogy hogyan is nézhetett ki annak idején egy ilyen halfogás. Egy
hálót vett elő, kibontotta szépen, és egy olyan fél törzs mozdulattal, kinyújtott kézzel, kivetette szépen a hajó mellé. Gyönyörűen sütött a nap, talán délelőtt olyan 10-11 óra körül lehetett, legalább 20-25 fok melegben, tehát hétágra sütő nap. A háló a szép tiszta vízben ereszkedett lefelé, egy ideig még láttuk, aztán csendben várakoztunk. És kezdte el húzni föl a hálót, szépen óvatosan, hogyha éppenséggel hal került volna, úszott volna a háló fölé, akkor a felhúzás alkalmával el ne ússzon, hanem kifoghassuk esetleg, de hát sajnos üres volt a háló. Igaz, ez nappal volt, a tanítványok éjszaka nem fogtak semmit, mi pedig nappal. De Jézus a nappali időszakban, amikor már búsan lógó orral térnek vissza a part közelébe, az apostolok akkor szól oda nekik a parttól, mint egy 100 méterre lehettek, ezt írja az evangélium. Tehát megpróbálkoznak avval, Jézus szavára kivetik a hálót, és bizony olyan nagy a siker Isten kegyelméből, hogy még azt is megszámolják, miután a partra kiértek, hogy 153 nagy hal volt a hálóban. Biblikusok szerint ez talán az akkor ismert nemzeteknek a számát, vagy éppenséggel akkor ismert halfajoknak a számát jelölte, de a lényeg, hogy a teljesség. Tehát olyan sok halat fogtak, és olyan hirtelen, hogy csoda történt, ebben biztosak voltak az apostolok. És így kezdtek aztán kievezni, de Péter, ahogy tudjuk, heves természetű, beugrik a vízbe, minél előbb kiérjen a felfedezett Jézushoz. Nagyjából 35 évvel ezelőtt, amikor még gitáros misére és szentségimádásra jártunk, Inkére a magvető gitáros közösséggel, még akkor Kovács János atya volt ott a plébános, aki engem annak idején keresztelt, aztán Dérma apám lett, újmisés szónokom, és hát nemrég veszítettük el őt, de a lényeg, hogy ő rá mindig is úgy gondolok, hogy egy igazi emberhalász volt. Ez az ének mindig előkerült, amikor meglátogattuk őt, szeretnék lenni én, erőtlen és szegény, az Úr szolgálatában halász. Hát ezt kívánom mindannyiunknak, akik meghallgatjuk és újra elolvassuk csendben az evangélium szavait, hogy a Jóisten mutassa meg ebben a szétszakított és hát inkább csak virtuális kapcsolatot lehetővé tevő időszakban, hogy hogyan tudunk most evangéliumot közvetíteni, és hogyan tudunk most embertalászok lenni. Jóisten adja a vidámságot is azért, és az énekhangot is. Így szeretném ennek az éneknek az első két verszakával befejezni mai gondolataimat. Szeretnék lenni én erőtlen és szegény, az Úr szolgálatában halál. Ez a munka csodás, oly szép a halfogás, ezért ég bennem a munka láz. A hálóm én vinném, ami vízbe vetném, s hogyha benne csak ennyi s akad, még azt is kivinném, az Úrhoz így vinném, Uram, hoztam neked egy halat. És további szép húsvéti időszakot kívánok mindenkinek, dicsértessék a Jézus Krisztus!